Mintegy 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke itthon, derül ki az egyik piacvezető pénzintézet felméréséből. A magasabb keresetűek tesznek félre, emelkedett azok száma is, akik megtakarításaikat életbiztosításban tartják, és minden ötödik befektető lakásfelújításra vagy gépjármű vásárlásra is költ. Kulcsár Viktória a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A biztosítási ügyekben sokat nyilatkozik nekünk, és igazából a negyedéves értékeléseket is együtt szoktuk itt elemezni a stúdióban. Ez a 20%-os emelkedés, amit most itt a pénzintézetek a felméréseikből levetítenek, igaz-e a nyugdíj megtakarításokra? Tehát elkezdtünk-e már gondoskodni önmagunkról, vagy teszünk-e félre az idősebb életkorunkra? A tavalyi évekhez képest azt lehet mondani, hogy nőtt igen a nyugdíj célú megtakarításoknak a száma. Egyre többen gondoskodnak most már a jövőjükről, és a nyugdíjas éveikre próbálnak egy kicsi összeggel hozzájárulni. Ugye több megtakarítási forma van, amit ugye a nyugdíjas évekre tehetnek félre az emberek. Akár egy önkéntes nyugdíjpénztár, egy nyugdíj előtakarékossági számla, vagy pedig maga az életbiztosítás nyugdíjas célra. A magasabb jövedelműek jobb helyzetben vannak, mert ugye a 20%-os adójogbeírást ők jobban igénybe tudják venni, mint akiknek alacsonyabb a bérezésük, de én azt gondolom, hogy minden társadalmi réteg megtalálhatja azt a megtakarítási formát, ami számára a legkedvezőbb. Felmerül rögtön a kérdés, hogy ezek a megtakarítási formák biztonságos megtakarítási formák-e, mert ugye nagyon sokszor mondják, hogy gyűjtünk, de jó helyen van-e a pénzünk? Én azt gondolom, hogy igen, tehát mindenféleképpen csak jó helyre tudunk ma félretenni Magyarországon, hiszen a Magyar Nemzeti Bank kellően ellenőrzi ezeket a pénzintézeteket, akár befektetési alapkezelőhöz helyezzük el, akár biztosító társaságokhoz, megfelelő törzstőkével kell rendelkezniük ahhoz, hogy ugye teljesen jogszerűen tudjanak működni a magyar biztosítási és pénzpiacon. És ha ugyanezt a kérdést kimondottan a nyugdíj megtakarításokra vonatkoztatjuk? Ugyanúgy azt gondolom, hogy igen, tehát akár a pénztári formát, akár a biztosítási formát választjuk, tehát megfelelő az a biztonság, ami emögött a két termék mögött van, és én azt gondolom, hogy bátran nyugodtan mindenki beleteheti a pénzét, hiszen ugye itt megfelelő biztosítási szektor vigyáz erre a pénzösszegre és garantálja. A másik nagy kérdés az, hogy mennyit tegyünk félre, vagy mennyit érdemes félretenni. Nyilvánvalóan ugye ez jövedelemtől is függ, és egyéb élethelyzettől is függ. Ezek hosszú távú megtakarítások, de milyen lehetőségek vannak a piacon? A nyugdíjas megtakarítás az természetesen hosszú távú, és itt csak abban kell gondolkodnunk, hogy ahogy nyugdíjba vonulunk, fogjuk tudni igénybe venni ezt a pénzösszeget. Fontos, hogy ugye itt... próbáljuk meg kihasználni ugye az adókedvezményt, tehát minél magasabb összeget próbáljunk meg félretenni, hogy ugye a bruttó jövedelmünkhöz mérten ki tudjuk használni ezt a 20%-os kedvezményt, de természetesen azoknak is tudunk lehetőséget kínálni, akiknek nincsen esetleg nagyobb havi félretehető összegük, akár egy 5-10 ezer forinttól már el lehet indítani ezeket a megtakarításokat, és lehet egy összegben is pénzt behelyezni ezekbe a termékekbe, ha esetleg úgy adódik valakinek, hogy egy nagyobb összeg áll a rendelkezésére. Mikor lehet felhasználni ezeket az összegeket? Tehát mikor lehet kivenni? Hát a nyugdíj célú a megtakarításokkal természetesen a nyugdíjba vonuláskor fog ugye ez a termék életbe lépni, illetve halálesetnél fog fizetni, de reméljük, hogy ugye erre nem kerül sor, tehát inkább ugye mindig arra összpontosítunk, hogy a nyugdíjas évekre szolgál ez a pénzösszeg. Vannak más termékek, amelyek ugye más élethelyzetben segítenek ki minket, azokat ugye meg lehet kötni rövidebb távra, hosszabb távra. És azokhoz hamarabb is hozzá lehet természetesen férni. Itthon, Magyarországon nem nagyon van kultúrája ennek, hogy az idősebb éveinkre gyűjtsünk, vagy takarékoskodjunk. Most nem is tudtam, hogy melyik szó itt a helyesebb tulajdonképpen, vagy hogy egyáltalán gondoskodjunk önmagunkról, de hát ugye azt mondják, hogy az csak riogatás, hogy 20 év múlva és 30 év múlva nem lesz nyugdíj, vagy nem lesz olyan mértékű nyugdíj, mint manapság, úgyhogy akkor maradjunk annál, hogy akkor ezek megtakarítások. És változik-e az attitűd, változik-e a szemlélet? Ha igen, akkor miért? Azt gondolom, hogy kezd, valami talán elindult, tehát a pénzügyi tudatosságunkon még mindig lehetne nagyon sokat fejleszteni, hiszen ugye általános iskolában sem és középiskolában sem volt sem tantárgy, sem semmilyen pénzügyi kultúrára történő nevelés. Én azt gondolom, hogy ezt most már a kormány is látja, illetve érzékeli, hogy itt már el kellene kezdeni egészen kicsi korban ezt a pénzügyi szemléletet meghonosítani. Viszont az a generáció, mondjuk ez a 40-30 és 40 év közötti korra tehető
fiatalok, úgymond, ők már kezdenek tudatosan gondolkodni, tehát érzékelik azt, hogy valószínűleg nekik 30-40 év múlva kell lesz egy olyan pénzösszeg, amihez hozzá tudnak majd jutni. Sőt, hogyha már itt az elemzéseknél tartunk, akkor a megtakarítási formáknál, például a lakásszélű megtakarítások, illetve a lakásfelújításra is már egyre fiatalabbak gondolnak. Tehát, hogy azok, akik befektetnek vagy megtakarítanak, egyre inkább a 20-30 vagy 25-30 év közötti korosztály, így van ez. Igen, azt lehet mondani, hogy egészen fiatalon kezdik most már el akár egy lakástakarékba történő pénzgyűjtést, hiszen havi 20 ezer forintot kell ugye betenniük és havi rendszerességgel fizetni, és ugye itt 30% fog hozzátevődni az állam részéről. Tehát ez egy rendkívül jó konstrukció, hogyha lakás célú a megtakarításunk. Azok, akik biztosításban gondolkodnak, rengeteg termék van a piacon, mi az, ami most leginkább a lakosság látóterében van ezek közül? Mindenképpen én azt gondolom, hogy szakemberrel érdemes erről beszélni, hiszen minden embernek más a pénzügyi igénye. Vannak ugye a biztosítási megtakarítási formák, amelyek ugye életbiztosítással kombinálhatóak, vannak a alapkezelőhöz elhelyezhető pénzösszegekről szóló termékek, banki befektetések, tehát nagyon széles ám a spaletta, és akkor ezek közül lehet választani. És mi az, ami mondjuk most az elmúlt 3-4 évben előtérbe került? Tehát ugye említette ön is, hogy most már inkább arra törekszenek, hogyha valamilyen megtakarításuk van, akkor az biztosítás is legyen egyben. Tehát a kombinált termékeket egy időben nagyon keresték éppen azért, mert hogy a kisebb jövedelműeknek is ez előnyt nyújthatott vagy jelenthetett. Ez a mai napig is így van, tehát próbálják ugye életbiztosítással kombinálni a befektetést, tehát gyakran értékesítünk még olyan unit link termékeket, amiben ugye a kettő védelem, illetve a befektetési rész megvan, illetve a befektetési alapkezelőkhöz is nagyon sokan rakják be a meglévő pénzüket. Hogyha már én itt szóba ejtettem a biztonságot, meg a biztonságos pénzkezelést és elhelyezést, akkor az elmúlt időszakban, azért tudjuk, az elmúlt években voltak ezzel kapcsolatosan problémák, tehát ugye meg kellett volna nézni jobban, hogy hová helyezik el, vagy fektetik be a pénzüket a magánszemélyek, és akkor itt most főleg a magánszemélyekről beszélünk. Ezt most már ugye a Magyar Nemzeti Bank egy törvénnyel kivédte, vagy kivédi, de azon túl jelennek-e meg, vagy jelenhetnek-e meg a piacon olyan biztosítások, vagy olyan típusú termékek, amivel óvatosnak kell lenni, inkább így fogalmazok, vagy akár cégek is? A magyar ember találékony ember, tehát elképzelhető, hogy még lesznek ilyen cégek, de én azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank nagyon-nagyon odafigyel a hitelességre és arra, hogy csak olyan pénzintézeteket engednek be, akiknek megfelelő a likviditásuk, de mindig tájékozódni kell, tehát a Magyar Nemzeti Bank oldalát folyamatosan lehet nézni, illetve szakembereknek a segítségét kell kérni az ügyfeleknek, hogy ki az, aki megbízható, és hogy hova lehet betenni megfelelően a pénzt. Akkor, hogyha összefoglalnánk az elmúlt fél évet vagy negyed évet, akkor mit mondhatunk el a megtakarítások és biztosítások terén? Itt ebben a térségben is, vagy ebben a régióban is tapasztalható ez az országos emelkedés, amit itt a nyugdíj megtakarításokra vonatkoztattunk az elején? Igen, én azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy egy ilyen 15-20%-kal nőtt azon ügyfeleink száma, akik most már kellőképpen gondoskodnak arról, hogy megfelelő befektetésük és pénzügyi jövedelmük legyen a későbbiekben. Nagyon szépen köszönöm segítségét. Igazán nincs mit.